Sziasztok, Rubi vagyok a Két Világ közből. A mai videóban a léggyökerek jelentőségéről lesz szó, és leginkább a lepkeorchideákra szeretném ezt a videót végül is így kihegyezni. Ez nagyon sok komment és nézői kérés miatt készül, úgyhogy remélem tetszeni fog nektek, és lássuk is, hogy miket érdemes tudni a léggyökerekről, mi a jelentőségük, és még egy-két dolog, amit szeretnék elmondani róluk. Ahhoz, hogy 100%-ig meg tudjuk érteni a légzőgyökerek jelentőségét és fontosságát, ahhoz először értenünk kell azt is, hogy ezek a lepkeorchideák, phalaenopsisok hogyan élnek a valódi élőhelyükön, tehát hogyan működik ez az epifita életmód végül is a trópusi esőerdőben. Úgyhogy szeretném ezt elmagyarázni először, és kicsit összevetni azzal, hogy hogyan élnek az eredeti élőhelyükön, és hogyan tartjuk őket mi, általános orchidea tartók. Tehát először is, ami nagyon-nagyon fontos, a Phalaenopsis lepke orchideáknál, ugye, hogyha a természetes élőhelyükről van szó a trópusi esőerdőkben, akkor kb. Úgy kell őket elképzelni. Biztos láttatok egyébként már kiállításokon is, meg lehet kapni is már őket egy ilyen fakérgen általában rá kapaszkodott verziót is, nem csak ugye ilyen cserepeset. Szóval a lényeg az, hogy így élnének körülbelül egy hatalmas, nagy esőerdei fán, és ugye a léggyökerek ez esetben a természetes élőhelyükön elsősorban támasztékot, és végül is egy ilyen kapaszkodó funkciót látnak el. Ugye, hogyha így áll ez a növény, akkor lehet látni, hogy egyébként természetes élőhelyükön maga a korona és a tölcsér oldalra és kifelé áll, és ennek is van szerepe, és ugye az orchidea virágszárai pedig lefelé csüngnek, és a virágok lefelé lógnak. Szóval ez az alapkoncepció, és hogy mi a jelentősége végül is ezeknek a légző gyökereknek? Hát végül is a támasztékon kívül az, hogy ezen a élő fakérgen, ahol ugye ők megtámaszkodnak, ugye nem csak orchideák élnek az esőerdőben, hanem nagyon sok más élőlény, például madarak, kisebb emlősök, kisebb majmok, bármi hasonló, ugrálnak össze-vissza, ezt képzeljétek el, gyönyörű szép látvány, hatalmas nagy páratartalom. És a lényeg az, hogy ugye az ürülékük a fa törzsén többnyire ezeknek a többi állatoknak ugye ott marad, és az eső, vagy bármilyen más pára, vagy folyadék, azt végig mossa. Ennek a fának a kérgén végig folyik, és ilyen tölcsérszerűen levezeti a léggyökerek felé, és ezek fel tudják venni a tápanyagot. Tehát hatalmas nagy szerepe az is, hogy a növénynek végül is felszívja a tápanyagot, a megfelelő mennyiséget ahhoz, hogy szépen erősen tudjon növekedni, és hogy fejlődhessen. Mindemellett fontos szerepe még az is, hogy fotoszintetizál, ahogyan ezt már mondtuk, felveszi a tápanyagot, és a levegőből, a párából felveszi a megfelelő folyékony vagy folyadék mennyiséget. Tehát konkrétan vízzel, tápanyaggal látja el a növényt, támasztékot ad, és mindez elősegíti az orchidea fejlődését. Röviden, most így összefoglaltuk az epifita életmód lényeges részét a lepkeorchideákra nézve, és most szeretném elmondani, hogy igazából mik is a legfőbb különbségek azzal összevetve, hogy hogyan tartjuk őket az otthonainkban. Tehát ahogy láthatjátok, ugyanerről az orchideáról van most szó, most éppen az én otthonomban. Az első és nagyon-nagyon fontos különbség, ami az eredeti élőhelyjel összevethető, és valószínű, hogy az otthonainkban soha nem megvalósítható, az az, hogy míg a trópusi esőerdőben élő fának az élő kérgén él, addig nálunk otthon egy halott kéreg mixben tartjuk igazából az orchideákat, ami azért probléma, mert ugye minden szerves dolog, ami már nem él, az elkezd egy idő után lebomlani, elkorhadni, és igazából így bomlik végül is ez a közeg. Minden áztatással, vagy minden öntözéssel úgymond egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy ez a közeg itt alul egy idő után elévül. Ugye a természetes élőhelyen soha nincs átültetve egy orchidea, mert nincsen rá szüksége. Míg nálunk az otthonainkban
egy olyan kérekben van, ami már alapból halott, és nem él, tehát ez elkerülhetetlen, hogy lebomlik, és innen ered az is, hogy ugye át kell ültessük időközönként, plusz ugye még amiatt is fontos ez, hogy ha nem ültetjük át, akkor ugye a bomló közeg elkezdi rothasztani az alsó gyökereket, tehát nagyon könnyen előfordulhat a gyökérrothadás. Na de, még pár apró különbség, ugye nem oldalt fekszik az orchidea a házban, hanem ugye az ember szereti egyenesen növeszteni fölfelé, és tehát ezáltal a korona tengelye egy ilyen szögből egyenesen végül is állásba kerül, és ugye a virágokat nem lefelé csüngve tartjuk, hanem fölfelé csatoljuk, mert ugye az ember olyan, hogy szereti a maga képére, vagy ami a leginkább neki tetszik, úgy alakítani a dolgokat, kontrollálni ezt. Na, szóval összefoglaltam röviden a különbségeket, és amire így most ezt ki szeretném hegyezni, az tényleg a légző gyökerek szerepe, viszont ehhez elengedhetetlen volt, hogy lássuk azt, hogy mi a szerepe a természetes élőhelyén, és hogy mi a módosult szerepe végül is az otthonainkban. Tehát, hogy mi történik az otthonainkban. Amikor itt van ez a lepkeorchidea, ismét visszatérek erre a példára, a léggyökerek, mert úgy eredetileg a természetben minden gyökérrel kapaszkodna, nálunk, ugye a fatörzsén, nálunk egy cserépbe van leültetve a többsége ezeknek a gyökereknek, és így, hogyha el vannak zárva a fénytől, nem mind fog lent fotoszintetizálni. Míg itt, hogyha oldalt növeszt léggyökereket az orchidea, szintén ezek a levegőből veszik föl a párát, a tápanyagokat, és egyébként a fény is nagyon fontos, hogy ezt is fel tudja venni, és azt mondanám, hogy a léggyökerek az otthonainkban, ezeknél az orchideáknál igazából egy ilyen hátország szerepet látnak el, mert ugyan már annyira nem kell kapaszkodniuk velük, ugyanakkor a páratartalomból mindazt felveszik, amit egyébként a természetben is fel tudnának venni. Tehát ez nagyon fontos és elengedhetetlen. Itt láthatjátok most pár lepkeorchideámnak a léggyökereit. Láthatjátok, hogy a legfrissebbek azok mind ilyen gyönyörű, szép ezüstes színűek, és ezek is gyönyörű ezüst színűek, de egy kicsit ráncosak. Az, hogyha elkezdenek beráncosodni, akkor az azt jelzi, hogy lassan már egyébként áztatni lehetne a növényt, vagy hogy szeretne vizet felvenni, esetleg nincsen elég páratartalom a levegőben, amiből a vizet fel tudná venni. Tehát még azt is szeretném elmondani, hogy a léggyökerek azért nagyon fontosak, mert hogyha nem veszitek észre időben azt, hogy át kéne ültetni a mondjuk az orchideátokat egy lebomló közeg miatt, és mondjuk elkezd berohadni alul a gyökérzet, a léggyökerek fogják tudni életben tartani az orchideáitokat, még az ilyen esetekben is. Tehát nagyon fontos, hogy az orchideáitoknak legyenek egészséges léggyökereik, és ne bántsátok őket, ne vágjátok le. Csak abban az egyetlen egy esetben vágjátok le őket, hogyha már teljesen megbizonyosodtatok arról, hogy ezek már nem élnek, mert ezek tényleg mind hátország szerepet tudnak ellátni, ők táplálják a növényeteket, folyadékot szívnak fel, párát szívnak föl, és mindezzel segítik az orchideátok növekedését. Egyébként, amit még szerettem volna ezzel kapcsolatban nektek elmondani, hogy ha azt látjátok, hogy ráncosodnak a léggyökereitek, akkor amit tehettek még, például, hogyha itt ezeket a léggyökereket mondjuk spriccelővel, ilyen állott vízzel egyébként így bespriccelitek körülötte néha a levegőt. Ez különösen akkor fontos, hogyha nagyon nagy szárazság van, tehát nagyon nagy nyári szárazság, száraz levegő van a lakásban, vagy hogyha télen például nagyon közel van egy radiátorhoz, és folyamatosan a hő égeti szinte őket, kell a pára, hogy fel tudják venni, mert hogyha nincsen elég pára, akkor elkezdenek összeaszalódni végül is. Amit időközönként megtehettek, hogyha látjátok azt, hogy ráncosak a légzőgyökerek, hogy például így megspriccelitek, és nézzétek meg, már is látszik, hogy elkezdtek zöldé válni. Ez azt jelenti, hogy végül is elkezdte felvenni a nedvességet
hát ebből a párából, vagy a vízből, ami éppen most a léggyökerekre jutott. Ha így spricceltek, vagy esetleg még azt is lehet, hogy egy kicsit vízbe áztatjátok a léggyökereket, vagy éppen úgy teszitek, hogy víz érje őket, amire nagyon figyeljetek, hogy úgy csináljátok, hogy ne a koronába spricceljetek, vagy ne ide erre a tengelyre. Tehát mindenféleképpen az irány az olyan legyen, hogy ne spricceljétek össze a koronát, meg ugye ezt a részt, hogy nehogy ott berohadjon esetleg a víz. Az egyik kérdés, amit sokatok kérdezett, az az, hogy mitől száradhatnak el az orchidea léggyökerei. Itt most láthatjátok, nekem is van egy, tehát látjátok, milyen minire össze van aszódva, nagyon pici, és hát látni, hogy ez már nem igazán van életben. Itt utána még a további rész még oké, de itt van már egy kicsit halott rész. Egyik dolog, ami miatt szerintem ilyen előfordulhat, hogy van egy ilyen természetes megújulás, tehát mint ahogyan egyébként ez pont ma esett le innen, ugye egyszer már említettük, hogy a legalsó levelek nagyon ritkán idő után egyébként így elszáradnak, elsárgulnak és lepotyognak, tehát ez egy természetes megújulás, az idősebb leveleket elhagyjuk és jönnek az újak. Szerintem ez ugyanígy igaz egyébként egy-két régi léggyökérre is. Ha látjátok azt, hogy mennyi új léggyökere van, ezek már tudnak annyi tápanyagot, annyi levegőből felvett párát adni ennek a növénynek, amire neki szüksége van, és végül is az idősebbeket, ahol már ugye a szövetek, a sejtek nem olyan igaziak, mint az újak, nem úgy működnek már, ugye az időből kifolyólag, ezért ezek már átvették a szerepét, és van egy ilyen természetes megújulása ennek a növénynek, én legalábbis így gondolom. Ha ti esetleg másképp gondoljátok, azt nyugodtan írjátok meg, de szerintem ez egy természetes folyamat része lehet. Ugyanakkor elszáradhatnak amiatt is a léggyökerek, hogy tényleg túl száraz a levegő, túl magas a hőmérséklet, és nincsen elég pára emiatt a levegőben, de ezt ugye már előtte említettük, viszont ezek is lehetnek okai annak, hogyha így összeaszalódnak, vagy kiszáradnak ezek a léggyökerek. Következő kérdés tőletek, mit tehetünk a kiszáradás ellen, vagy hát ezeknek a léggyökereknek az elszáradása ellen? Elsősorban nagyon fontos, hogy próbáljuk meg a léggyökerek körül levő levegőt párásan tartani. Erre ugye előbb láthattátok, hogy lehet azt csinálni, hogy egy kicsit bespriccelitek a léggyökerek körül a levegőt, vagy magukat a léggyökereket, vagy azt is lehet csinálni, hogy belemártjátok a léggyökerek végét egy kis vízbe, és az majd felszívja, tehát ilyenkor nincs spriccelgetés. Azt is lehet csinálni, hogy esetleg egy tálkába vizet raktok ki, akár a radiátorra, vagy egy párásító berendezés is segíthet, de ez nem feltétlenül fontos, nálunk sincs. A lényeg az, hogy aki tudja, hogy a levegő az száraz lehet az otthonában, próbálja meg párásan tartani. Még egy tipp erre egyébként, de ezt már lehet, hogy láttátok egy korábbi videóban, a párásítást még úgy is meg lehet oldani, hogy egy kis tálkában kövekre rakjátok rá magát az orchidea cserepét, és a kövek alatt egy kis vizet beletöltötök, és akkor így az egy kicsit segít a párásabb levegő megteremtésében. Végül pár fontos dolgot szeretnék még így összefoglalni, hogyha valami kimaradt még most elmondani a léggyökerekkel kapcsolatban. Először is tényleg ne vágjátok őket le, csak abban az esetben, hogyha úgy ítélitek meg, hogy ezek már nem élnek, elszáradtak, kb. Szinte már ilyen papír jellegű száraz szerkezetet láttok, de tényleg, ahogy láthattátok, fontos szerepük van, tehát ne vágjátok le, ha tehetitek. Még a második dolog, hogy ne próbáljátok meg letuszkolni őket átültetéskor például a közegbe. Több oka is van ennek. Egyrészt a léggyökerek jelenléte az a lehető legtermészetesebb módja annak, ahogyan az eredeti élőhelyükön lennének. Nincsenek halott közegben, tehát ez a fontos, mert ugye az esőerdőben is, ahogy elmondtam az elején, egy élőfa élőkérgén élnek, és amíg az az élőfa él, addig az orchidea is él, hogyha egy halott kéregben van, az ugye egy idő után elkezd bomlani, foszlani, rothadás indul be, lebomlik a szerves végül is kéreg is és a gyökér is. Tehát ahogy láthattátok, hogy ha sok
léggyökere van az orchidátoknak, az tényleg egy természetes módja annak, ahogyan ők élnének. Tehát ennél jobban nem tehettek, hogyha sok léggyökeretek van, mint hogy az orchidátoknak, akkor az mindenféleképp azt jelzi, hogy a ti orchidátok egészséges orchidea, és én inkább örülnék annak, hogy sok léggyökere van, mint hogy kevés. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy előfordul olyan, hogy egy orchideának, amikor megveszitek, nincsen sok léggyökere, nem jelenti azt, hogy ez nem egy egészséges orchidea, ez csak egy plusz. Tehát nehogy ne vegyetek meg azért egyet, ami tetszik, mert egyáltalán nincs, fog növeszteni. Tehát mindenféleképpen lesz neki egy idő után. Harmadsorban elmondanám azt is, hogy általában, hogyha sok léggyökér van, ez azt is jelezheti, hogy már itt lent nincsen elég helye terjeszkedni tovább a növénynek, tehát konkrétan benőtte, úgymond kezdi kinőni egy kicsit a cserepét, és akkor ugye mi más tehet az orchidea, elkezd kívül tovább terjeszkedni, mert hát ugye attól függetlenül nő tovább, hogy nincsen több hely idelen. Úgyhogy ez sem feltétlenül a probléma, ez is jelezheti azt nektek, hogy esetleg átültetésre szorul, vagy hogy több helyre lenne szüksége, nagyobb cserépbe kéne esetleg átültetnetek, és tehát ezt is jelzik, úgyhogy ezt is el szerettem volna még így a végén mondani nektek. Nagyon-nagyon fontos, és szeretném ide beilleszteni ezt a gondolatot. Nagyon sokszor kérdezik azt az emberek, vagy mondják azt, hogy miért nem lehet felülről locsolni egy orchideát az otthonainkban, hogyha a természetes helyükön, például anyatermészet, esőerdő és bármi ilyesmi, biztosan locsolja felülről, és ő nem fogja kikerülni. Na, szeretném ezt most letisztázni, mert ez azért fontos, ahogyan láthattátok, így oldalt van természetes élőhelyén a legtöbb orchidea. Ez azért fontos, mert ahogy oldalt esetleg jön a víz, vagy esetleg ha eső így bespricceli, vagy bármi folyadék víz éri, ahogy mondtam, a tölcsér, a korona kifelé áll, és nagyjából lefelé, tehát ez lehet így is, csak most nem szeretném, hogy leessen. És ez azért van így, mert hogy a felesleges víz ezekből a közökből, a koronából, és végül is ennél a tengelynél a levelek, ahonnan kinőnek részekből, mindenhonnan ki tud csöpögni a felesleges víz, kifolyik onnan, tehát nem ragad meg egyáltalán az a víz, és ezért nem kezd el berohadni, nem lesz korona vagy tűrothadása. Még mi nálunk otthon, szépen állítva van, bezuhanyozza valaki, felülről belocsolja valaki, nem olyan a levegő páratartalma, mint az esőerdőben, ott hamar elpárolog, kiszáll, vagy egy szellő kifújja. Nálunk egy szobában nem fogja kifújni nagyon semmi, hogyha itt vagy itt megragad egy csepp víz, és mondjuk elkezd benne egy-két gomba vagy bármi megtelepedni, és hamar elkezd kirohadni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy hogyan öntözzük az orchideát, és ezt még szerettem volna letisztázni, mert már többször érkezett ilyen komment, és hogy mindenki érthesse, hogy ez miért fontos. Ennyi tehát így összességében a léggyökerekről, a léggyökerek szerepéről, bemutattuk, hogy miért fontosak az epifita életmód szemszögéből is, a természetes élőhelyükön, és hogy hogyan élnek végül is ma az otthonainkban, és mind ezt így összesen remélem, hogy tudjátok majd használni, hogy fontos volt ez a tudás, vagy hogy esetleg ezzel ti könnyebben tudjátok majd otthon tartani az orchideáitokat, és hogy most már jobban érthető, hogy milyen szerepe van a légszőgyökereknek. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, iratkozzatok fel, hogyha még hasonló videókat szeretnétek látni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!